Üdvözöllek a Delimánó Séf konyhájában! Mai receptünk egy spárgás prosútós előétel. Ez egy könnyen elkészíthető étel egyszerű hozzávalókkal, melyeket minden boltban meg lehet vásárolni. Próbáld ki, nagyon finom! Hozzávalók: 3 darab halumi sal, 20 deka prosútó, 1 marék friss spárga, 2 csésze mustár, 1 csésze méz, só és bors. Kezdjük a sajttal. Használjunk egy csepp olajat, nem kell aggódni a mosogatás miatt, ez a sajt egyáltalán nem ragad le a serpenyőben. Süssük 3 percig, míg szép aranybarna színt nem kap, majd vegyük ki. Vegyünk 2 friss párgát, melyet már forró vízben megmostunk, és kezdjük el az adagok készítését. Nagyon egyszerű. Tegyük egymás mellé a spárgákat, közepére tegyük a sajtot, és tekerjük be a prosútóval úgy, hogy az egész egyben maradjon. Ugyanezt végezzük el a többi spárgával is. Ne felejtsük el megtisztítani a serpenyőt, amiben a sajt sült. Én csak kitörlöm egy szalvétával, de vízzel is el lehet öblíteni. Ha az összes spárgát előkészítettük, fektessük őket a serpenyőbe, és csorgassunk rájuk egy kevés olívaolajat. Ez segít abban, hogy a sonka és a sajt ízét átvegye a spárga. Süssük 12 percig 220 fokon. Belül a sajt megolvad, és a prosciutto sós íze átjárja az ételt. Az utolsó lépés, hogy egy extra szószt készítsünk, ami remekül illik ehhez az ételhez. Összekeverjük a mustárt a mézzel egy kisebb tálban. Ezzel a szószal igazán különleges ízt adunk az ételünknek. Szuper egyszerű és szuper egészséges. Próbáld ki ezt az előételt, és variáld saját ízlésed szerint. Biztos, hogy mindenkinek ízleni fog. Ne feledd, hogy mindenki szereti a konyhai ötleteket, így ha tetszett ez a recept, oszd meg ismerőseiddel. www.delimano.hu